Egy gyors szaglászás, és indul a keresőkutya. Néhány száz méterrel arrébb, és mindössze pár perccel később pedig meg is találta az előre elrejtett nyomot. A szekszárdi Kutatómentő Egyesület folyamatosan tréningezi ezeket a speciális feladatokra kiképzett ebeket, és ők maguk is egész évben gyakorlatoznak. Munkájuk pedig bár civilként a saját szabadidejüket felhasználva ellentérítés nélkül végzik, így is szép számmal akad minden esztendőben. 2022-ben az Egyesületünk 41 alkalommal kapott felkérést, javarészt idős demens eltűnt személyek keresésére, illetve sajnos egyre több volt, látható volt az emelkedés a szuicid hallangó személyek eltűnése ügyében. Ezen kívül több alkalommal vettünk részt vízben eltűnt, elhunyt személyek keresésében. A kutatómentők három keresőkutyával dolgoznak, az állatok kiképzése évekig tart. Tevékenységük hatékonyságát mutatja, hogy tavaly egy nemzetközi minősítést szereztek meg, amivel felkérés alapján a világ bármely részén, akár természeti katasztrófák helyszínén is bevethetőek. Most még sincsenek könnyű helyzetben, a nehéz gazdasági helyzet miatt ugyanis több korábbi támogatójukra nem számíthatnak. Ezért idén különösen fontosak nekik a személyi jövedelemadóból felajánlható, civil szervezeteknek adományozható 1%-ok. Megmondom őszintén, most jelenleg a túlélésre koncentrálunk, hogy arra meglegyen a működésre, az alapvető működésre a költségünk. Egyetlen egy dologban kívánunk most fejleszteni, az pedig a társaságnak, az egész tagságnak az egészségügyi képzése, illetve az egészségügyi felszerelése. Ez egy eddig is voltak képzéseink, de egy picit szürke folt volt nálunk, és most erre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, és ehhez szükséges eszközöket szeretnénk beszerezni. A Szekszárdi Kutatómentő Egyesület tagjai a rendőrséggel szorosan együttműködve dolgoznak. Ugyanakkor azt kérik, ha például valakinek eltűnik egy idős rokona, ne csak a hatóságot, hanem őket is keressék fel telefonon, akkor ugyanis a lehető leggyorsabban tudnak intézkedni.